Oké, okay, szevasztok. Csapjunk a lecsóba, lapos föld. Röviden próbáló bevezetni. Miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni? Mi ennek a jelentősége? Istennek a szava. Igaz vagy nem? Ez ennyire egyszerű. És akkor ennek kapcsán szeretném gyorsan felolvasni. Ugye ez is volt egy kérés, vagy egy igény, ami meg lett fogalmazva néhányatoktól, hogy miért nem olvasom föl a Bibliát, mert szívesen meghallgatnátok. Ezt most nem teszem így meg, még egyelőre, de szeretném majd ezt is elkezdeni, ha minden jól megy. Az a lényeg, hogy a laposföldnek úgynevezett laposföld, ezt hozzáteszem, hogy ez egy már egy kicsit derogatív és félrevezető fogalom. Az úgynevezett laposföldeseknek az állítása az, hogy csak úgy, mint a Bibliában, csak úgy, mint pontosabban más ősi civilizációknak a kozmológiájában, a Bibliában is az szerepel, egy sík felületű földfelület van, amire kupolaként rá van borítva egy szilárd halmazállapotú, gyakorlatilag búra, ami elvileg vékony, de szilárd, és nem áthatolható. Legalábbis emberileg nem. Ezek, igen, és ebbe a búrába vannak beletéve, ahogy a Teremtés könyve is írja, bele vannak téve a nap, a hold és a csillagok. Ez fizikailag mérhető, és kifejezhető, hogy milyen távol van, ahogy hívjáktól, a Földnek a felszínétől, attól függően nyilván, hogy hol vagyunk. Ez olyan szinten így van, hogy láttam egy videót ezügyben, hogy egy ember konkrétan föllapoz egy, nem is tudom, Encyclopedia Britannica, ha jól emlékszem, valami ilyesmit föllapoz, és ami még az 1958-ban adták ki, és abban még ez szerepel, hogy megadja pontosan, hogy az Antarktiszon milyen magasságban van, milyen szélességi és hosszúsági fokon a búra. Így. És ez így benne van, hogyha megtalálom, akkor azt majd beleteszem. De ha valaki más megtalál, majd ő beleteszi. Nem ez a lényeg. A Biblia egyértelműen, a Teremtésnek a könyve, az egyértelműen így írja le a Teremtést, hogy először is a Föld volt megteremtve, tehát amikor azt részletezi, hogy hogy zajlott le a Teremtés, ugye benne van magában a 10 parancsolatban, hogy azért kell betartani a szombatot, mert 6 nap alatt teremtette Isten az egeket és a földet. És a 7. napon megpihent. Tehát ez így benne van, hogy mert 6 nap alatt teremtette Isten az egeket és a földet, tehát ez már itt kilövi úgy, ahogy van a rés elméletet, amit egyébként a Derek Prince sem közölt sohasem így, mint bizonyított tényt, hanem ezt, mint az ő feltevését, meg másoknak a feltevését, de ő ez mindig volt annyira korrekt, hogy ezt így megmondta, hogy ezt ő így gondolja, de nem tudja ezt bizonyítani. Tehát, ha így van, így lett teremtve a Föld, ahogy le van írva a Teremtésnek a könyvében, akkor ebből az következik, hogy a Föld az egy sík, nem lapos, hanem sík. Nem tudjuk, hogy mi van az alján. Azt se tudjuk, hogy van-e alja. Nem tudjuk. Itt szeretném megjegyezni, hogy ugyanolyan őrültség azt gondolni, vagy azt állítani, hogy a Föld mit tudom én, lefele akár végtelen, és végig föld van lefelé, nem tudjuk. De a Biblia azt is mondja egyébként, hogy oszlopokra van teremtve, hogy már ez sem igaz. Tehát a Föld az oszlopokon áll, de az, hogy ez az oszlop miben van, azt megint nem tudjuk, hogy ez most vízben áll, vagy a semmiben áll, nem tudjuk. De gondoljatok bele, hogy ez ugyanakkora őrültség azt állítani, akár, hogy nem tudjuk, hogy mi van ott, mint azt állítani, hogy tudjuk, mi van ott, a nagy semmi. Ugye a vákum, a hideg és sötét vákum van, amiben. Mert ugye ez van egy ilyen állítás, de ezt megint csak nem bizonyította sehol senki, ez egy hipotézis. Ha most azt mondja bárki, hogy jártunk az űrben, meg minden, akkor én inkább hiszek a Buzz Aldrinnak, aki másodszor mondta be kamerába azt, hogy nem jártunk a Holdon például. Már idős emberként, mert látszik, hogy kezd elege lenni ebből az egészből. Ebből az egész Holdra szállós, hogy hívjákból. Amit a Stanley Kubrick egyébként úgy szintén most nemrég került ez is nyilvánosságra, hogy a halál előtt írt egy ilyet, és ezek a felvételek most kerültek nyilvánosságra, ahol lehet látni, hogy ez az egész meg lett rendezve, és itt a Földön stúdió körülmények között lett fölvéve a Holdra szállás. Nem ez a lényeg, tehát
Azért kell alapos földdel foglalkozni, van értelme. Tehát megvannak ennek a lépcsőfokai, amikor valaki ezzel találkozik, hogy hogyan ébred rá voltak éppeni valóságra, és ez általában nem egy lépcsőben történik, hanem több lépcsőben. Nagyon érdekes, hogy ez lélektanilag hogy zajlik le. De a végső soron az a kérdés, hogy Isten igazat mondott-e vagy sem. Ez ugyanaz az régi ősi kérdés, ami a bukásnál is fennforgott. Tehát magyarul, hogyha mi azt mondjuk magunkról, hogy Biblia hívő, újjászületett hívők vagyunk, aki Jézus Krisztust követjük, aki a testélet ige, nem mellesleg, ha mi ezt mondjuk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a Biblia az nem igaz. Itt szeretném megjegyezni azt is, vagy hogy ez hát Isten azért mondta ezt így, mert akkor nem értették volna meg, hogyha. Hát a Biblia tele van, hát olvasd el az Ezékiel könyvét, hogy az hogy indul, mert tele van olyan megdöbbentő, olyan dolgokkal, olyan leírásokkal, hogy az ember ugye ledugja az égszíjat. Tehát amikor lát egy ilyet, hogy mindenféle egyik ilyen kerék forog a másik kerékben, és a kerekek kívül meg belül, ha jól emlékszem, tele vannak szemekkel, meg mit tudom én, tehát olyan agyament dolgok vannak leírva a Bibliában, hogy ezt nyugodtan el lehet felejteni, hogy Isten annyira úgy ránk való tekintettel bonyolít, mi az egyszerűsítette el ezeket a dolgokat. Tehát mert ugye tehát Isten sem nem egyszerűsít le semmit túlságosan azért, hogy mi sem nem bonyolít túl, mint a német Sándor, hogy ne tudjuk megérteni. Tehát amikor Isten valamit mond, azt azért mondja, mert az úgy van. Tehát ez ennyire egyszerű, és ő nem magyarázkodik. Ugye nagyon ritka az, amikor a Biblia az így szájbarág, vagy magyarázkodik valamit, amikor ezt megteszi, akkor az egyértelműen azért van, hogy ne legyen ott kérdés. De van, ahol ezt nem is teszi meg. Tehát itt is le van írva egészen világosan, hogy hogyan lett teremtve a Föld, és hogyan lett teremtve rá az ég, hogyan lettek ebbe belehelyezve, tehát hogy bele lettek helyezve ebbe az égi testek, a világító testek, a nap, a hold és a csillagok, és elteltek úgy napok, hogy voltak már élő, tehát növények, és nap még nem volt sehol. Na most ehhez képest ugye a modern kozmológia egy teljesen más dolgot állít, tehát az, hogy a nap, ja, és hogy azért teremtette Isten, azért tette ezeket a világító testeket az égnek a boltozatába, hogy világítsanak a Földre, tehát azzal a céllal. Tehát nem azért, hogy a nap körül keringjen a Föld, nem tudom én, hanem azért tette, már nem mellesleg az is megvan írva több helyen a Bibliában, hogy a Föld az mozdulatlan. Tehát meg lett erősítve, hogy meg ne mozduljon. Tehát a Föld az úgy lett egy alapra helyezve, oszlopokra helyezve, hogy ne mozduljon meg, és azért lett így belőve, hogy ne mozduljon meg. Amikor meg fog mozdulni, amikor meg lesz rázva, az Istennek az ítéletének a visszavonhatatlan, visszacsinálhatatlan ítélet sorozatának a része lesz. Na most, tehát magyarul itt ez az úgynevezett lapos föld kérdés, de inkább fogalmazunk akkor úgy, hogy sík, vagy pedig úgy, hogy teremtett föld kérdés, ez annyiban érdekes, hogy Isten igazat mondott-e, vagy sem. Tehát magyarul Isten, amikor azt elmondja, hogy teremtette meg a világot, akkor igazat mondott-e, vagy sem? Megbízható-e, vagy sem? Milyennek a jelentősége? Az, hogyha Isten rögtön a kezdetén, ahogy az ő szava, az írott ige, ami Jézus Krisztusban testesült meg, nem mellesleg, ha az írott ige, az első néhány verse már nem igaz, és allegória, akkor a végét is ugyanúgy el lehet allegorizálni, sőt, mindent, ami ez a kettő között van. Tehát magyarul Jézus Krisztusnak a megjelenését, születését, az életét, a halálát, eltemetetését, föltámadását, ezt mind el lehet allegorizálni, és akkor már ott tartunk, mint ez a Markion, meg mit tudom én, ezek a más egyéb ilyen eretnekek. Ilyen, hát igazából. És itt szeretném azt is megjegyezni, hogy ugye olvastam egyszer egy ilyen definíciót, talán egy gyerektől, ha jól emlékszem, aki így fogalmazott, hogy a vallás, nem is tudom, a vallás mondta, vagy pedig a hit, de teljesen mindegy, a vallás az az, hogy elhisszük azt, amiről tudjuk, hogy nem úgy van. És ez amennyire vicces, amennyire frappáns, ugyanannyira igaz, szerintem. Tehát itt van a probléma, hogy mint hívő keresztények úgymond, ott állunk a modern tudománynak, a modern tudománnyal felvértezett embereknek
emberekkel szemben, és ők azt mondják, hogy ti retardáltak, ti még mindig abban hisztek. Ti abban hisztek, hogy a föld lapos, meg mit tudom. Mert nézd meg, azt írja a Biblia, hogy először volt a föld, meg azért. Pedig mi már tudjuk, hogy a modern tudomány is tudja, hogy nem így van. Hogy a nap kerül körünk a föld, ősrobbanás volt, stb. Evolúció, ugye. És most már ugye ott is tartunk, hogy igazából mindenféle, van egy komplet spektrum, például a férfi meg a női nem között, ugyebár egy komplet spektrum. Ez egy spektrum, ezt így mondja most, ez a jelenleg elfogadott és politikailag és pénzügyileg kikényszerített modern tudomány, hogy van férfi, meg ez sincsen egyértelműen, hát ezek ilyen, ez egy spektrum. Tehát nem, ez nem egy, na mindegy, hagyjuk ezt, lényeg a lényeg, itt az Istennek a kérdés, Istennek a beszédének a szavahihetősége forog kockán gyakorlatilag. Na most akkor, tehát felolvasnék, nem is tudom, hogy legyen, lehet, hogy igen, a Péter második leveléből, a harmadik fejezetből, az ötödik verset olvasom föl először, és lehet, hogy utána viszont felolvasom onnantól fogva az egészet már egy ilyen szemmel. Mármint idáig az első fejezet első versétől. Azt mondja, így szól. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára. Melyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napjára. Ez az egy, azonban ne legyen elrejtve előttetek szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígéret az Úr, mint némelyek késnek meg tartják, hanem hosszan tűrő érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, ugye? Az egek ropogva elmúlnak. Tehát az egek ropogva elmúlnak. Hogy tud a nagy izé, a kozmosz, mondta, a nagy semmi, a vákum ropogva elmúlni, ha az az ég? Nem, az ég az egy konkrét fizikai valóság, ahogy le van írva a Teremtés első könyvében, első fejezetében. Teremtés könyvének első fejezetében. Az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kellenetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, még egyszer tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ugye? És akkor itt folytatja tovább. De föl lehetne olvasni az egészet, és lehet, hogy nem is olvasom föl az elejétől kezdve az egészet, de hagyjuk ezt, mert elmenne nagyon, tehát túl hosszú lenne ez az egész. A lényeg az az, hogy Péter itt egyértelműen összekapcsolja a teremtésnek az elejét és a kezdetét, és az abban való hitnek a hiányát azzal, hogy a végidők kapcsán sem, a végidőkkel kapcsolatos proféciákban sem hisznek az emberek. Tehát erről beszélek. Tehát ezt mondom, hogy ha az elejében nem hiszünk a Bibliának, akkor miért hinnénk a végében? És miért hinnénk bármiben, ami közte van? Ha nem hisszük el az alfát, nem fogjuk elhinni az omegát sem, sőt az omikront sem a közepén. Tehát, ez egy ok, amiért érdemes foglalkozni ezzel a lapos föld dologgal. A másik dolog, ami mindenki számára egy ilyen clue lehet, ez egy ilyen jelzés, úgymond, hogy miért is kell ezzel foglalkozni, az, hogy olyan szintű indulatokat vált ki ez a kérdés, hogy én ilyet még nem láttam, tehát nem láttam. Tehát olyan emberektől, akik abszolút nem foglalkoztak ezzel korábban, de meghallják ezt az egész dolgot, egy akkora a gúnyolódásnak, a felsőbbrendűségérzetnek, és a konkrét gyűlöletnek egy olyan változó arányú, ilyen robbanó elegye kumulálódik bennük azonnal, ami egyértelműen jelzi számomra, és minden erre érzékeny ember számára azt, hogy itt rendkívül erős, irracionális erők dolgoznak. Tehát irracionális. Tehát értem azt, ez alatt azt, hogy ha valaki egy kritikus, és ugye hála Istennek, hogy elenyésző kisebbségben, de vannak ilyen emberek, akik nyitottak. És itt szeretném akkor talán az én kvázi
Németh Sándor szavaival az én személyemet is, úgymond, de hagyjuk ezt. Tehát, hogy egyáltalán miért beszélek én erről, és miért érdemes, vagy miért van értelme nektek engem ezügyben meghallgatni. Elmondom miért, rendkívül egyszerű. Tehát én nem vagyok, tehát én ismerek nagyon sok embert, aki nem nagyon sok, de ismerek, nem ismerek nagyon sok embert, de akiket ismerek, azok között ismerek olyan embereket, akik nálam ezügyben intelligensebbek. Tehát akik ezeket a dolgokat jobban föl tudják fogni, és hogy mondjam, mélyebben megbírják érteni. Viszont egyelőre csak nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, akik ezek közül is, tehát akik értik, úgymond értik a, és nálam jobban értik, értenek bizonyos ilyen fizikai törvényszerűségeket, stb. Tehát nagyon kevesen vannak olyanok, és itt van nekem valami, elnézést kérek, hogyha szerintelennek hat, azért fog annak hatni, mert az is. Amikor engem megintenek, és az apámra ugyanígy igaz volt, hála Istennek, és lehet, hogy őtől erőköltem ezt. Amikor a Derek Prince például őt megintette úgymond a Sándort az ügyben, hogy ő megfélemlíti maga körül az embereket, és félelemben tartja, akkor apám ezt elfogadta, és ezt nyilvánosan fölvállalta annak idején. Ez vezetett aztán az ő halálához természetesen. De aztán ugye utólag néhány évre rá, ugye ezt már mások is elfogadták, és akkor meglátták azt, hogy ennek még, tehát hogy ennek... hogy ez még annál is durvább, mint ahogy ők ezt gondolták, és ugye a Derek Prince is elkezdték átkozni, a Ruth Prince is elkezdték átkozni, ugye meg is halt rákban, csak úgy, mint apám, tehát a Németh Sándor is himpeléré elkezdte őt átkozni, elkezdték, ugyanígy ezek az emberek is rájöttek arra, hogy ők lesznek a következők, hogyha ezzel szembe mernek menni, és ezért ugye létrejött ez az úgynevezett autonómus lázadás. Most ugye ki milyen, hogy hívják, azt lehet, hogy soha büdös életben nem fogjuk megtudni, de a lényeg az az, hogy ebben az egész történetben is ugye apám volt az, aki először ezt nyilvánosan beismert és fölvállalta, hogy itt elhangzott egy intés, és ez ügyben ő úgymond... tehát ezt ő elfogadta, és ezt nyilvánosan fölvállalta. Én sem csinálok semmi mást. Ez nem. Én nem én voltam olyan intelligens, hogy erre magamtól rájöttem. Itt annyi történt, hogy más emberek engem erre rávezettek, úgymond, és fölhívták ennek, és én ugyanúgy próbáltam megtalálni ezt az e-mailt annak idei, igen, de nem találtam meg, mert olyan szintű üzenetváltás volt, hogy nem találtam meg ezt az e-mailt, amit küldtem annak idején, amikor Ruftibort megintettük, úgymond ez a Hitrádióban elhangzott rendkívül korrupt és megdöbbentően gonosz beszéde után. Ott én is ezt mondtam, ott egy viszonylag szűk körben, hogy minek kell ezzel a laposföldes dologgal megint előjönni, és hagyjuk már ezt, és ne. Tehát ugyanilyen ingerültséggel, haraggal reagáltam, mint ahogy minden normális ember reagál arra, amikor ezt először meghallja. Tehát, de elmondom, és erre tudom, tanúim vannak, a Gábor István, a Domonics Robi, Harold Peti, talán a Remetei Tamás is akkor ezt még követte, talán. Többen is benne voltak ebben. A Sarkadi Csaba, más emberek is ebben benne voltak ebben a körben, és ők tudják tanúsítani, hogy én ezt ott megkértem, úgymond ott a Dévényi Csaba, megkértem őket, hogy hagyjuk már ezt a rohadt lapos földes dolgot. Tehát ugyanúgy reagáltam, mint mindenki más. Viszont amikor engem megdönthetetlen érvekkel szembesítettek ezügyben, akkor elkezdtem visszavenni gyorsan az arcomból nagyon. És azt mondtam, hogy folyamatban van az átállásom. És aztán ugye elkezdtem ezzel foglalkozni, és mennél többet foglalkoztam vele, annál nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy nem véletlen, hogy ezt a Biblia, hogy inkább Isten legyen igaz, és minden ember hazug. Jó. Tehát amennyiben nekem kvázi előnyöm van az ezzel való foglalkozás terén, az igazából egyetlen egy dolog lényegében, és az az, hogy mint ahogy a múltban is, meg ahogy apám is, meg én jó magam is a múltban is, egyszerűen én nyitott vagyok az intésre. Tehát aki engem megint, és én ezt megvizsgálom, és úgy találom, hogy igaza van, én azt elfogadom. Ugyanakkor, ha valaki engem megint, és úgy int meg, hogy ez nincsen alátámasztva, azt nem fogadom el. Tehát
És ezt megcsináltam ott a Ruf Tibinél is, amikor volt ez a kör, akkor ugye például volt egy ilyen érv, amit azt mondtam a Ruf Tibinek, mert tudtam, hogy ő ezzel foglalkozott, és mint Afrikában, részben Afrikában felnőtt ember, tehát tud arról, hogy mi az, hogy kígyó. Tudja, hogy mit jelent az, hogy kígyó. Tudja, mit jelent az, hogy kígyómarás, tudja, mit jelent az, hogy skorpiócsípés, tehát ezeket ő tudja. Ő beszélt is erről, tehát ezt a szót használta kígyóval kapcsolatban, hogy hipnábilis egyszer, nem tudom, hogy üvegszoruszban vagy hetekben. Tehát ő tudja, hogy mit jelent az, hogy egy kígyó meg tud bűvölni, meg tudja bűvölni az áldozatát. Tehát erre hivatkoztam, és ebben az e-mail váltásban ezt mondtam, ezt írtam ott mindenki előtt a Ruf Tibornak, hogy melyik az az állat, amelyik egyszerre képes hipnotizálni az áldozatát és megmérgezni. Melyik ez az állat? Amelyik ilyen csövön bejuttat, hogy hívják ott az áldozatába, mérget az áldozatába, a kígyó. És utána írtam, így fejeztem be az e-mailnek a végét, hogy elnézést kérek, hogy megint gondolkozásra kényszerítettelek benneteket. Drága Tibor megsértődött, ugye, mert ugye az érvelés során meg kell sértődni. Ha érveket ütköztetünk, ugye akkor az érzelmeket nem szabad kihagyni, mert igen, nem tudom miért. És azt írta, hogy drága Dávidom, hogyha ilyen stílusban fogsz velünk beszélni a szeretett testvéreiddel, meg mit tudom én, és akkor ott valami fenyegetést izébe helyezett, hogy nem tudom mit. Tehát ott valami megintett engem, mint feljebb valóm, mint presbiter, vagy nem tudom micsoda. És akkor ott ugye az volt, hogy mondtam azt, hogy bocsánat, tehát hogy éreztem, hogy én ezt nem fogom elfogadni. És akkor jó, és bocsánat kérésre ezért szólított föl engem. És akkor úgy voltam vele, hogy éreztem, jó, rendben van, tehát lehet, hogy itt túllőttem a célon, meg mit tudom, meg akkor már régen lemajmoztam a Lukács Andrást is, meg mit tudom én. Azt mondom, oké, rendben van, bocsánatot kérek, de úgy kértem bocsánatot, hogy nem azért kértem bocsánatot, hanem teljesen másért kértem bocsánatot, amivel kapcsolatban viszont én éreztem és tudtam, hogy ott tényleg mulasztottam, de nem emiatt. De ugye a Tibor ezt nem időben vette észre, úgyhogy, mert ez a bocsánat kérés, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor ez egy videó vagy egy hangüzenet formájában történt meg. És talán, ha jól emlékszem, mindegy, nem ez a lényeg. Úgyhogy a Tibor ezt már nem, mert ő nem reagált erre időben, és akkor ugye már nem volt hozzáférés utána, mert azt hiszem ezt a felhőbe töltöttem föl, ha jól emlékszem, és mindenkinek, a vita résztvevőinek volt hozzáférése. De a Tibor későn reagált már, de aztán elmondtam neki, hogy mi volt ez. De ott akkor ez már szöget ütött a fejembe, és rövid időn belül világossá vált számomra, hogy a Ruf Tibor számomra nem hiteles ember. Ő egyszerűen nem tud érvelni. Volt, régen tudott, ma már nem. Egyszerűen ő nem. Tehát amikor ilyen morális, ilyen súlyú kérdések, ahol tényleg emberéletekről van szó, nem tudja, hogy mit jelent az, hogy érvényes érv, és nem tudja, mit jelent az, hogy érvénytelen érvelési technika. Egyszerűen nem tudja, milyen különbség. Elveszítette, megbolondult. Elnézést kérek, hogy ezt mondom. Elveszítette a józan gondolkodásra való képességét, morálisan meghalt. Vagy zombivá vált. Ez van. Sajnos. Ezt kell mondanom. Na most... És mondom, én vele kapcsolatban elmentem a falig. Tehát meggyőződtem erről. Tehát meggyőződtem arról, hogy nem tudja, hogy mit jelent az, hogy érvelés. Egyszerűen, és az a megdöbbentő számomra, hogy volt olyan időszak, amikor ezt tudta. És én hallottam őt érvelni. És úgy tudott érvelni, hogy le a kalappal. De ez régen volt. Tehát ennyi előnyöm van nekem ebben a körben, az, hogy meg tudok különböztetni egy jó érvet egy rossz érvtől, illetve, hogyha én magam nem tudom megkülönböztetni, de valaki erre fölhívja a figyelmemet, akkor azt el tudom utána fogadni. Mert valahogy ez a luteránus hátteremből fakadhat talán, az igazságnak a szeretete a számomra magasabb érték, mint az önmagam, hogy hívják járnak, az arcvesztéstől való félelem. Talán így tudnám megfogalmazni. És ugye ez volt, ez az, amit az ilyen retardált, meg korrupt emberek, mint a Morvai Péter nem értenek, ugye? És ezért mondta nekem annak idején azt, hogy időt, energiát és barátságokat nem kímélve, mondta ő ezt. Tehát számomra ez a megdöbbent, hogy ennek az embernek ez egy ér volt, hogy el fogsz veszíteni barátokat, hogyha ilyeneket mondasz, hogy nem jó dolog oltani. És egyszerűen megdöbbentő. Tehát az, hogy az számít, az jobban számít, hogy neked megmaradjanak a barátaid, fölteszem, milyen barátok azok?
Milyen barátság ez? Milyen barátság ez, ahol nem mondhatsz a másiknak igazat? Nem mondhatod meg neki, hogy mi van. És nem mondhatod meg neki, hogy te ezzel beoltod magadat, meg fogsz halni, benne van a pakliban, meg fogsz nyomorodni, benne van a pakliban, orosz rulettet játszol. De ezt nem mondd meg, mert inkább legyél a barátja. És hogyha jól meghal utána, akkor legalább elmehetsz a sírjához, és rátetsz virágot. Ugye? Hogyha mindketten meghaltok, vagy mindketten megnyomorodtok, majd kerekes széken kitól kiizélhettek a temetőbe, és rátettétek a virágot a többi meghalt barátaitok sírjára. Vagy jöhettek vissza, mint ilyen kísértet. És akkor úgy tehetitek rá a virágot, hogyha rá tudnátok tenni. De nem, megdöbbentő. Na mindegy, szóval erről ennyit igazából, hogy ez az, amiért én foglalkozok ezzel, és ez lehet az, amiért esetleg az én tolmácsolásomban majd esetleg érdemes lehet ezt meghallgatnotok, ahogy megpróbálok végigmenni ezeken az aspektusokon, ezeken az érveken, ezeken a bizonyítékon, pro és kontra. Talán ez lehet valami olyas valami, ami miatt én ez ügyben egy hiteles valami ilyen, minek hívják, kalauz lehetek ebben a nyúlüregben majd. Mert én voltam ezen az oldalon is, voltam a kerítésen is nem túl sokáig, és utána most már a másik oldalon vagyok, tehát én, és ez egy óriási megnyugvást és békét, és egyszerűen egy örömet okoz az emberben, amikor megérti azt, hogy ahogy a Teremtés könyvében le van írva a teremtésnek a módja, és különösen a sorrendje, amikor az ember azt megérti, hogy nem szükséges olyanban hinni, amiről tudjuk, hogy nem úgy van, ez egy óriási megkönnyebbülés és óriási öröm. Amikor az ember azt megérti, hogy Istenem, édesapukánk, aki az egekben vagy, ugye ez egy konkrét hely, ahogy az is meg van írva, hogy a teteje az eget érje, ugyebár, hogyha nem lenne, ugye valami ott konkrétan, akkor nem érni a teteje az eget, ugye bár a torony, hogyha nem volna ez egy konkrét hely, akkor nem kellene egy létra, hogy az Istennek az angyalai felé is lemászkálnak rajta, amikor Jézus az ég felé emeli a kezeit, úgymond az ég felé, ugye bár akkor nem, akkor szóval, nem, szóval ezek a dolgok mind akkor nyernek értelmet, amikor az ember fölfogja, hogy az ég az egy fizikai hely, és fölöttünk van mindig. Fölöttünk van mindig egy fizikai hely, egy konkrét földrajzi, vagy térbeli elhelyezkedéssel rendelkezik. Tehát nem egy elvont, nem egy absztrakt valami, nem egy másik dimenzió, hanem egy konkrétan három dimenzióban megvan az, hogy az hol van. És az van, és Jézus ezért emelte az égnek a fejét, ezért volt az, hogy Mózes is elvitte az örökkévaló, úgy egy magas hegy csúcsára, és megmutatta neki az egész földet, az Kánaannak az egész földet, a sátán is fölvitte Jézus egy igen magas hegyre, onnan megmutatta az egész világot és azoknak dicsőségét, mert onnan be lehetett látni. Ugye? Lehet, hogy volt náluk valamiféle távcső, de ha a föld gömbölyű, ha van neki görbülete, nincsen, ha volna, akkor nem volna ennek az egésznek értelme, hogy fölvinni oda egy magas hegyre, és onnan megmutatni a föld minden gyerekek. Itt szeretném lelőni ezt, el szeretném mondani ezt a dolgot. A föld felszín, ahogy a földnek, az egyetlen, a lényegében két olyan hely van, ahol egyértelműen és fizikailag, de inkább maradjunk csak az egyiknél, tehát ahol egyértelműen az elemi szintű fizika ismeretében mérhető az, hogy a Földnek van-e görbülete, vagy nincsen, és ez pedig a nyugalmi állapotban lévő vízfelületek. Tehát ez az, ahol egyértelműen ez modellezhet, vagy mérhető kellene, hogy legyen, vagy mérhető az, hogy van-e a Földnek görbülete, földfeszínű görbülete, vagy nincsen. Mert ha a víznek a fizikája igaz, és a vizet a gravitáció tartja a földfelszínen, úgymond, és tényleg gömbölyű a Föld, akkor a víznek, a vízfelszíneken mérhető görbületnek kell lennie. A probléma az az, hogy ez nincsen, sőt, tehát empirikusan is, meg mérési segédeszközökkel is, tehát világító testekkel, lézerrel, stb. Távcsővel mérhető és bizonyítható módon belátható az, hogy a vízfelületeknek, a Földön található nagy kiterjedési vízfelületeknek nincsen mérhető görbülete. És hogy a vízfelületeknek nincsen mérhető görbület, hanem tökéletesen síkak, ahogy a kiszáradt sóstavak is Észak-Amerikában, Dél-Amerikában egyaránt tökéletesen tükörsíkak, akkor a Földnek máshol sincsen görbülete. Ez van. És ugyanezt látjuk is az összes ilyen, minek hívják ilyen
ilyen, tehát nem kormányzati, meg nem ilyen kormányzati ügynökség által, hanem civil, privát figurák által föl küldött rakéták, mert ilyenek voltak, tehát rakéták, meg hőlékballonoknak a tanúsága szerint az ezekre szerelt kamerák is ezt mutatják, de hogyha fölmegy a Csomolungmára, stb., mind, vagy akármilyen magas egyre, mindenhol ezt látod, hogy a horizont tökéletesen sík. És akármilyen magasságban még mindig csak azt látod, hogy ahogy még följebb, gyakorlatilag a horizont az egyre távolabb kerül tőle, de tökéletesen sík, tehát olyan érzeted van, mint a szemmagasságban emelkedne. Tehát soha nem kell így lefelé nézned, hanem egyszerűen az történik, hogy egy nagyon alacsony szög alatt, de a vízszintes ez rendkívül közel, de egyszer egyre messzebbre ellátsz. Ha a Földnek volna görbület, akkor az, ahogy mennél fölfelé, azt látnád, hogy egyre jobban, ahogy a horizontot nézed, egyre lefelé kell nézned, és mint hogy ahogy ezeken ezéken látni lehet, eltávolodsz elvileg a izétől, a Földtől, egy idő után ugye egy üveggolyót látnál. De ugye az üveggolyó meg a tökéletesen sík, hogy hívják között, kellene, hogy legyen valamiféle átmenet, de nincsen. Hogy ez a Red Bull féle Space Jump, ugye ez a Felix Baumgartner féle ugrásnál is pontosan ezt lehetett látni. Tehát ott volt egy ilyen pillanat, amikor véletlenül a kapszulának kvázi a belsejéből mutatták azért a horizontot. Tökéletesen sík volt. Mikor görbült az megint, amikor kiment, és jött a wide lens, a wide angle lens. Tehát ez a, nem tudom, hogy ezt így mondják, a halszemoptika. Tehát magyarul az, ami nem, aminek van egy ilyen izéje, van egy ilyen domborulata kvázi. És akkor attól függően, hogy a vízszinthez, a veled szem, tökéletes szemben lévő vízszinthez lejjebb, vagy följebb áll, úgymond a fókusza a kamerának, vagy pontosabban nem a fókusz, igen, tehát hogy igazából merre néz a kamera, attól függően vagy ezt fogod látni, vagy pedig ezt fogod látni. De nem tökéletesen egyenest. Ez ilyen. Optikai csalódás. Nem optikai, hát igen, így optikai. Nem a te szemed csal optikailag, hanem maga a berendezés. De amikor egy normál kamerával volt ez véve, a kapszula belsejéből, akkor tökéletesen sík volt a horizont, és akármerre mégy, ezt látod. Tökéletesen, hogy milyen magasságban mégy a Föld felszín fölött, tehát erről tényleg tucatjai, hanem százai vannak privát, tehát civil felvételeknek, civilek által készült felvételeknek, még van is van, hogy ahol egy rakéta megy, és ugye a rakéta forog, ahogy forog a rakéta, és ugye ebben olyan kamera van, tehát ilyen széles szögű, és ott lehet látni, hogy így változik a horizont. Miért? Azért, mert a kamera nem tökéletesen egyenesen van, a rakéta nem tökéletesen egyenesen halad fölfelé, meg bizonyos kicsit meg van dőlve, és attól függően, hogy a kamerának a horizont alá néz egy picit, vagy a horizont fölé néz, attól függően lefelé vagy fölfelé görbül a horizont. Ez ennyire egyszerű. Ez csak, mondom, ez csak mint lelövöm, mint poént. Tehát az a lényeg, hogy ezeknek a földek, tehát a vizeknek nincsen semmiféle fajta mérhető görbülete. Ez csak egy érdekesség. És még ezer ilyen más, tehát na, elég sok ilyen bizonyíték van ez ügyben, amit egyszerűen belátható. És olyan implikációi vannak, ami alapjaiban rengeti meg az embernek a világnézetét. És egyszerűen alátámasztja azt, amit a Biblia is állít, hogy a Föld volt először megteremtve, a Föld mozdulatlan, a Föld fölé lett egy búra helyezve, és kicsi, a Földnél nagyságrendekkel kisebb, és közeli mind a nap, mind pedig a hold, mind pedig a csillagok. Az is megvan írva, ha már itt tartunk, hogy az egeknek az erősége megrendelnek a Földnek, mi az a csillagok az égről le fognak hullani a Földre, a csillagok az ég. Ha most a csillagok ilyen több ezerszer meg milliószor nagyobbak, mint a Föld, ezem a kérdés, ez hogyan fog ez megvalósulni, hogy az egek, hogy a csillagok le fognak hullani a Földre? Hogyan? Ez fizikai lehetetlenség. Ha van egy ekkora izé, és arra ráhullik mondjuk már kettő ilyen, ami milliószor nagyobb, akkor onnantól semmi más nem tud arra ráhullni lényegében. Mert kettő így összeér, így, és összelapítja a közepén azt a valamit, azt a pici valamit. Ez nem. Az akkor működik ez az egész, hogyha a csillagok kicsik. Ahogy a Bibliában is benne van, hogy van egy búra fölöttünk, és a búrába lettek belerakva ezek a világító testek végig. Jó? Na. Tehát, miket mondtam idáig? Tehát az, hogy egyfelől azt, hogy milyennek a jelentősége, miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni. Az első, az, hogy ez az Isten szavának a hitelességét, a megbízhatóságát illeti, ez a kérdés. Isten igazat mondott-e, vagy sem, amikor a teremtés első könyvében leírja azt, hogy hogyan lett teremtve, de lehet, hogy akkor inkább ide is szaladok, gyorsan pillanat, addig megállítom. Oké, megvan. Így szól.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ugye egeket, ugye többes számban van. Tehát ez már egy eleve, egy, itt már ledobja az ember, hogy az ég szíjat, úgyhogy kezdetben teremtette egyes szám. Istenek, ugye, Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, et ha-shamayim, ve et ha-aretz. Tehát, hogy kezdetben teremtette Istenek az egeket és a földet. Tehát már itt, hogyha valakinek izé van, valakinek, tehát ez így, szóval hajlamos kiakadni, akkor már itt kiakadhat egészen nyugodtan. Azt mondja, a föld pedig kietlen és puszta volt, ugye tohu vohu, és sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Na most itt ugye az van, hogy a sötétség volt a mélység arcán, és az Isten szelleme lebegett a vizek arcán. Tehát a felszínén. Tehát mind a kettőnél az van, hogy a mélység, sötétség volt a mélységnek, legyen ez akármi, tehát a mélységnek az arcán, a felszínén volt a sötétség, a vizek felszínén viszont az Isten szelleme lebegett. Tehát ez egy ilyen gondolati ellentét, vagy képi ellentét valahol. És azt mondta Isten, Vajomer Elohim, legyen világosság, és lett világosság. Tehát itt Isten csak megteremtette a világosságot. A sötétség már volt, ekkor legalábbis a mélység színén volt, de Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Ugye, látta Isten, hogy jó a világosság, elvázolja a világosságos a sötétségtől, és elnevezte a világosság nappalnak, sötétséget elnevezte éjszakának, lett este, és lett reggel első nap. Ugye? Tehát ezek mind külön szavak. Az, hogy nappal, meg világosság, sötétség, meg éjszaka, este is lett reggel, és ezek, és nap, ez mind külön-külön szó. És azt mondta Isten, tehát itt vagyunk végén, tehát itt ért véget az első nap, amikor semmi más nem történt, mint az, hogy lett Isten teremtett világosságot, elválasztotta a világosságot a sötétségtől, elnevezte a világosságot nappalnak és éjszakának, és vége az első napnak. Oké, okay, tehát az első nap csak ennyi történt, lett világosság, el lett választva a sötétségtől, és el lett nevezve mindkettő. Ennyi. Következő. Legyen mennyezet a víz között, amely elválaszt a vizeket a vizektől. Na ugye, hát itt már ledobja az égszíjat, ugye a modern kozmológia hívő, a megzavarodott keresztény, ugye, aki borzasztóan szégyeli magát, hogy ilyen, egy ilyen tudománytalan és régen túlhaladott baromságban hisz, mint a Biblia, ugye? Itt már borzasztóan elkezdi magát szégyelni, mert ugye azt mondja, hogy legyen mennyezet a víz között, amely elválaszt a vizeket a vizektől. Ugye? Tehát a máim, ami eleve, azt hiszem, kettes szám, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, elválasztja a vizeket a vizektől. Ugye? És ez teremtett is. Tehát, hogyha a vizeket kell elválasztani vizektől, akkor hát elnézést kérek. Tehát, hogy a víz az egy fizikai dolog, az egy közeg, az egy fizikai valami, amiben bele lehet fulladni, hogyha úgy van, ami lehet úszni, hogyha az ember tud, tehát a víz az víz. Na most ezt el kell választani valamivel, vizet víztől elválasztani csak valami fizikai kiterjedéssel, és vízhatlan fizikai dologgal lehet, ugyebár, ha tényleg elválasztjuk, ugyebár. Tehát magyarul Isten teremtett egy mennyezetet, ugye ez a héber szó, ez pedig a laposra kikalapál jelentésű gyökből ered, tehát valami olyasmi, amit ki van terjesztve, tehát ami konkrét kiterjedéssel rendelkezik, tehát háromdimenziós kiterjedéssel telt, és ilyen boltozat. Tehát ez boltozatot fordítja, minden valamire való fordítás. És amikor megnézed máshol, más milyen szövegkörnyezetben fordul elő, úgy szintén egyértelműen arra utal, hogy ez egy fizikai kiterjedéssel rendelkező, összehajtható, tehát magyarul nagyon vékony, tehát összehajtogatható, olyasmi, mint egy sátor. Tehát magyarul ezt azt mondanánk, hogy kupola, vagy pedig egy dóm, ami rendkívül vékony. A kiterjedéséhez képest kvázi elhanyagolható vastagságú, mondjuk így akár, ez már csak feltételezés a részemről, de mindenféleképpen ezt implikálja a szöveg. Tehát teremtett Isten egy mennyezetet, amely elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől, tehát egy vízhatlan, nagy kiterjedésű, kifejezetten elválasztás céljából készült, fizikai értelemben vett valóság, valós anyagból való valamit. És úgy tűnik, hogy szilárd. Máshol konkrétan el is mondja, hogy ez szilárd anyagú, tehát nem, mit tudom én, nem olyan, mint a medencefólia, amikor csinálsz egy kerti tavat, és akkor ugye abban egy viszonylag ilyen flexibilis fekete fóliát beleraksz. Nem ilyen, hanem ez egy konkrét szilárdsággal rendelkezik.
Tehát ez egy szilárd valami, amit a kikalapálás szó is ezt implikálja. Tehát, hogy ez egy szilárd valami. Jó, és úgy lőn, és nevezte Isten a mennyezetet égnek, és lett este, és lett reggel második nap. Tehát semmi más nem történt a második nap, gondoljatok ebbe bele. Tehát az első nap volt, ugye világosság, meg ugye mindenféle elválasztás, elnevezés, a második nap semmi más nem történt, mint ez a víznek az elválasztása, a vizeknek, a vizektől való elválasztása, és még azt sem mondja, hogy hol vannak ezek a vizek, még ezt sem mondja meg, hanem csak úgy általában, hogy vizeket a vizektől el kell választani, és valami fizikai, konkrét szilárd anyagú, ez később ugye máshonnan lehet tudni, más egyéb igékből, egy szilárd, halmazállapotú, elvízhatlan réteg elválasztja a vizeket a vizektől. És ezt nevezi el Isten égnek. És ezzel telik el a második nap, semmi más nem történik. Ugye? Következő nap. Gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. Tehát magyarul addig, mint hogyha vagy pára formájában, vagy egy nagy iszap formájában, nem tudom pontosan hogyan, de a víz, a mennyezet alatt levő vizek, azoknak egybe kellett gyűlni egy helyre azért, hogy meglátszon a száraz. Tehát addig magyarul nem látszott a száraz. Ugye? És úgy lőn. És akkor Isten nevezte a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezi, tehát innen is lehet látni, hogy nem allegóriáról van szó, nem képes beszédről van szó, nem valami ilyen más dimenziókról van szó, vagy semmilyen baromság, hanem konkrét vízről van szó, mert ezeket Isten aztán elnevezi tengernek, és a tengereket később is konzekvensen tengereknek hívja, és leírja, hogy milyen állatok laknak bennük, meg hogy hogyan lehet átmenni rajta, amikor ketté válik, stb. Tehát ez konkrét vízről van szó. Oké? Okay? Tehát ez ilyen vizet választott el ez a mennyezet. Ilyen vizet választott el a mennyezet. Ilyen jellegű fizikai konkrét vizet választott el ez a mennyezet. Világos? Jó. Tehát az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy jó, azután szólt Isten, hajtson a föld gyenge fület, ez még mindig ugyanaz a nap. Hajtson a föld gyenge füvet, makozó, a harmadik, ha jól emlékszem, így van. Gyenge füvet, makozó föld, gyümölcsfát, ami gyümölcsöt hozzon, az nem szerint, amelyben neki, legyen neki magva a földön, és úgy lehet a gyenge fű, ugye azok a ilyen salátafélék, meg az ilyesmik, gondolom én, vele így képzelem, ugye makozó fű, az talán, ha jól értem, akkor azok a gabonák, a gabonafélék, meg más egyéb lágyszárúak, amiknek magva van, és a gyümölcsfa, az meg gondolom, hogy már minden, tehát a fásszárúak tartoznak. Én így képzelem, de hát aztán én nem, ez nem, igazából nem lényeges ebből a szempontból. És látta Isten, hogy jó. És itt lett az, hogy harmadik nap. Tehát magyarul a harmadik nap történt az, hogy a vizeknek az elválasztása ezzel a boltozattal, ugye? Jól mondtam? Nem. Bocsánat, a harmadik napon történt az ég alatt való, akkor már megvolt a boltozat, mert ez a másik nap történt, tehát a boltozat alatt levő vizeknek az egy helyre való gyűlése, tehát ott történik meg, elképzelhet az, hogy egy nagy iszaptenger volt a boltozat alatt, az is elképzelhet, hogy egy nagy gőz, egy nagy pára, minden volt, és egyszerűen attól nem lehetett látni a szárazat, teljesen mindegy, mert ugye miért kellett akkor a búra, és ugye, mert ugye az alatt volt már ez a rengeteg víz. Tehát ez nem teljesen világos, hogy ez hogy volt, én nem tudom, de amit nyilvánvaló az, hogy ez után lett az, hogy meglátszott a száraz azáltal, hogy egy helyre lett koncentrálva az összes víz, és utána, ezt ne felejtsük el, hogy ez még a Noé-féle özönvíz előtt volt. Tehát könnyedén elképzelhető az is akár, hogy tényleg az volt, hogy a tenger akár középen volt, akár körben volt körülötte a szárazföld, tehát egy nagy tó volt csak középen, ilyen is lehet, aztán lehet olyan is, hogy az egy hely, tehát így, hogy félbe volt elválasztva, tehát hogy az egyik oldalon volt a tenger, a másik oldalon meg csak a föld, ez is lehet, nem tudom. De az a lényeg, hogy azt mondja, hogy egy helyre gyűjjenek össze, hogy meglátszon a száraz, és úgy lett. És akkor ugye a szárazott földet, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. Tehát volt egy szárazföld, meg volt egy tenger. Ugye? És utána még gyorsan, a föld, tehát nem a izé, nem a, hanem a föld hajtson gyenge füvet, tehát magyarul a föld részébe a dolognak beleültetett, úgymond, vagy rá parancsolt a földre, hogy hajtson mindenféle növényeket. És ez még mind a harmadik napon történt. Így van. Következő. Tehát magyarul már megvoltak a növények, az növények már megvoltak, és akkor mondta csak utána Isten, a negyedik napon, legyenek világító testek az ég mennyezetén. Ha jól emlékszem, a héber itt azt írja, hogy a mennyezetében. Tehát, ha jól emlékszem, valahogy mondja, hogy Baraki Hashmaim, vagy valami ilyesmi, vagy fordítva, azt hiszem, az ég mennyezetén
Föl lehet, hogy for... Igen, azt hiszem így van, ha jól emlékszem. Tehát, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. Tehát legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározott ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Ugye ez azért marha érdekes, mert Isten már egyszer elválasztotta a világosságot a sötétségtől, és elnevezte a sötétséget éjszakának, a világosságot pedig elnevezte. De utána itt azt mondja, hogy elválasszák, hogy legyünk korrektek, ezt csak azért mondom. Ez egy olyan valami, amit nem értek. Miért van az, hogy utána kellett, tehát azt mondja, hogy világító testek legyenek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározó ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítóul az ég mennyezetén azért, hogy világítsanak a földre. Hogy világítsanak a földre. Ugye ezzel kapcsolatban mondta Jézus, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy ide tegyék, vagy oda tegyék. Tehát Jézus, mint egy vérbeli zsidó, rendkívül pragmatikus gondolkozású volt, szeretett látni a lényeget, mi a lényeg, és hogyan működik. Ugye Derek Prince mondta ezt egyszer, hogy ő ugye élt Izraelben, és hogy a zsidó emberek azok nagyon pragmatikus gondolkozású emberek, két dolog érdekli őket, hogyha látnak valami újat, mennyibe kerül, és hogy működik, vagy fordítva, hogy működik, és mennyibe kerül. Ez érdekli őket. Tehát Jézus is zsidó volt, ugye bár amiben emberi volt, vagy amennyiben ő ember volt, annyiban zsidó is volt, ugye ő ezt így fogalmazta meg, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem azért, hogy fénylék, ugyebár mindazoknak, akik a házban vannak. Tehát, hogyha magyarul te egy világító testet, vagy egy világító eszközt használsz, és azt valóban helyezed, akkor azt úgy pozícionálod, hogy a lehető legnagyobb izét, minek hívják, hasznot tud húzni belőle. Tehát, hogy minél inkább úgy működjön, as intended, tehát az ő céljának megfelelően működjön. Tehát, fölteszem a kérdést nektek. Én is ugyanígy gondolkoztam, hogy ne érezzétek, legyetek szívesek, hogy éreznétek, nem ez a cél, hogy úgy érezzétek, hogy én most lenézlek benneteket, vagy bármi ilyesmi, mert ugyanígy gondolkoztam eddig, és ugyanolyan haraggal, és értetlenséggel, és gúnyolódással tekintettem erre az egészre, mint amit talán esetleg te is magadban érzel itt most felkunkorodni. Tehát mondom, tehát itt nem az a cél, hogy értsd meg, hogy ez egy be vagy programozva. Tehát egy olyan szoftver fut rajtad, amit nem a teremtő tett rád. Neked a hardveredet a teremtő teremtette, de még a szoftveredet is úgy mond, ahogy rád töltődik az életed első 3-4-5-6-7 évében, amikor egy olyan állapotban van az elméd, amikor tényleg úgy, hogy mint a szivacs, úgy szívsz magadban mindent, nem véletlen, hogy még a 7 éves kor alatt becseszik elnézést az embereket, a gyerekeket az iskolába, hogy gyorsan még beprogramozzák őket, de már a bölcsödében is ugye, meg mindenhol már ott van a földgömb, minden. Jó, tehát ha így van ez, hogy az Isten a teremtő azért tette ebbe a boltozatba bele a világító testeket, hogy világítsanak a földre. Akkor fölmerül a kérdés, hogy miért mondja a modern kozmológia azt, hogy 92, vagy ez is folyamatosan változott, a jelenleg a modern, ugye, egy fosztóképző már itt eleve, vagy igen. Tehát egy nagy halmaz a tudomány, abból a modern tudomány az csak ennyi, ugye, ez egy, vagy egy szelete a modern, az egész tudománynak, mert van a tudomány, meg van a modern tudomány, ugye, és akkor ugye ez mindig szűkül, ugye, bármer egyre modernebb, és akkor kiderül, hogy az összes többi tudomány az nem modern, mert miért nem, mert nem igaz, mert egyre okosabbak vagyunk, tehát magyarul minden, amit idáig tudománynak gondoltunk, az nem volt tudomány, ezért modern ez a mostani tudomány, tehát ugye így működik a tudomány. Na, ezre azt mondom, hogy ez nem tudományos, ez a tudománynak az ellentéte. Amit régen tudomány volt, annak most is tudománynak kell lennie, különben nem tudomány, ennyire egyszerű, hanem annak hit, ahogy a Biblia is mondja, falsely so-called, the pseudonymous, tehát magyarul, tehát hamisan így elnevezett. A tudomány nem tudomány, ennyi. De a modern tudomány ugye az ezt mondja, a modern tudomány az ezt mondja, hogy a jelenlegi álláspont ebben ilyen körülbelül ilyen 100 millió, körülbelül mérföldnyi vagy kilométernyi ilyen diszkrepanciák voltak el eddig. Tehát ugye így lazán így, ilyen különbségek voltak, hogy milyen távol is van tőlünk a nap. Ugye, mert ez annyira exakt ez a dolog. Tehát én nem is tudom, hogy mennyivel indultak, de most ilyen, de az valami körülbelül 100 000-es nagyságrend, 100 milliós elnézést, mérföldes nagyságrendről van szó, amennyivel változott ez az érték. Azóta, hogy ezt elkezdte állítani a modern tudomány. Az éppen modern tudomány. Tehát most tartunk ott, hogy körülbelül azt mondják, hogy 92-93 millió mérföldre van tőlünk ugye a nap a föld felszínétől. Fölteszem a kérdést, hogyha te egy szobát meg akarsz világítani, akkor azt csinálod? Azt csinálod, hogy fölraksz egy reflektort 1 kilométerre a szobától, igen, 1 kilométer oda raksz egy reflektort, igen,
ami minden irányban világít, és aztán, és akkor elhúzod a függönyt, hogy lássad, hogy ott van a távolban egy fény. Tehát így csinálod? Így csinálod? Gyertyát nem azért gyújtja, nem azért gyújtanak, hogy a vég alá tegy. Tehát azt mondom, tehát hogyha Isten a mennyezetbe beletette a napot, akkor az azt jelenti, hogy azért, hogy a földre világítson, akkor ez azt jelenti, hogy Isten a mennyezetbe rakta a napot, meg a többi világító testeket, a holdat és a csillagokat azért, hogy világítsanak a földre. Nem kirakta ezért, ráadásul úgy, hogy először is ugye felrobbant az egész, mert elnézést kérek, az ősrobbanást nem lehet elválasztani azértől, a modern kozmológiától. Tehát ez ugyanolyan dolog, mint amikor azt mondjuk, hogy tehát megpróbáljuk a... tehát ez ugyanolyan, mint a Tóra, meg a 613 parancsa. Egyet megtartsz, az összeset be kell tartani. Ha körülmetéled magadat keresztényként, akkor meg kell tartani az egész izét. Ha ezt mondja a Biblia, bocsánat. Be kell tartani az egész törvényt, mindent. Nem lehet válogatni. Tehát, hogyha a modern kozmológia igaz, akkor a Big Bang is igaz, akkor a teremtés nem igaz. Tehát, hogyha ez igaz az, hogy ez így történt, hogy volt a nagy semmi, ahogy ez így van konkrétan, ezt egy tudós így elmondja, hogy volt a semmi, ami fölrobbant. Így, ez a modern kozmológia. Volt semmi, ami fölrobbant. És akkor ebből lett ugye mindenféle, amit mi látunk, mindenféle egészen magasan szervezett mindenféle fajta rendszer. Mert ugye így működik az entrópia, meg a ilyen nyilvánvaló. Az entrópia az ugye növekszik magától, ugye minden zárt rendszerben. Mert ezt mondja ki a más termodinamika a második főtétele, nyilvánvaló, nem? De hihetetlen. Szóval az a lényeg, hogy ott van kint, és ez nekem se volt erre agyam, gyerekek, nehogy azt higgyétek. Ezt mások hívták fel erre a figyelmet, ezt csak azért szeretném elmondani ezt, hogy én úgy érzem, úgy korrekt, hogyha már például a vakcinákkal kapcsolatban megtudtam az igazság, de ott is nálam is ez egy folyamat volt. Azt tudtam, hogy mi a vakcinákkal kapcsolatban az igazság, de a többit nem. De azt én elmondtam, nyilvánosan fölvállaltam, hogy rosszul tudtam, itt van, gyerekek, én ezt tudom, megértettem, tessék, itt vannak a bizonyítékok ezügyben, stb. Kezdtem ezt 2019. január 1-én, láttam azt, hogy ezügyben engem nem tudnak megcáfolni, és azokat az érveket, az új érveket, amiket fölhoznak ezzel szemben, azok nem érvek, stb. És egyre inkább láttam is, hogy ugyanebb mögé beállnak, vagy hallgatásukkal cinkosságot vállalnak, úgymond ez az én általam addig nagy tiszteletben részesített emberek, mint a Ruf Tibor, Hak Péter és a Mészáros István. És azt láttam, hogy megdöbbentő, hogy ezek igézet alatt vannak, egytől egyig. És akkor ugye jutottam el onnan, hogy itt valami nagyon nem kerek, és akkor nyílt fel a csipám arra, hogy ez az egész a rendszer, aminek a hídgyülekezete is része, úgymond ez a modern, úgynevezett kereszténység, ez úgy korrupt, ahogy van. És ahogy nyílt fel erre a szemem továbbiakban, akkor, ugye akkor jöttek ezzel ez a laposföld, rögtön elutasítottam, és mondtam, hogy nem kéne, stb. Sokkal sürgősebb dolgok vannak itt. Mi viszont ennek még itt a jelentősége? Mindegy, nem vartam el ezt a gondolatot, de talán érthető volt, hogy mi a problémám az egésszel. Egyszerűen a héber gondolkozásmódba, a pragmatikus bibliai gondolkozásmódban nem illeszthető bele ez. Most nem csak konkrétan azért, mert a szöveg nem ezt állítja, hanem implikáció szintjén sem. Mert egyszerűen a célorientáltsága, úgymond a teremtésnek, az egyszerűen ezt nem engedi meg. Az, hogy azért, hogy a földre levilágítson, ja, akkor nem fog egy ilyet csinálni. Közben ráadásul úgy, hogy közben ez az egész dolog egy ringlispillen van. Ugye ez egy olyan dolog, ezt valakinek talán így fogalmaztam meg, hogy ez egy olyan dolog, hogy úgy építeni meg a ringlispillnek a motorját, hogy közben rajta ülsz az egyik hintalovon. Tehát ezt így nem, ami közben forog. Tehát ez így nem. Tehát Isten nem fog egy napot alkotni utána, amikörül aztán a Föld elkezd forogni. Szóval elnézést kérek. Tehát Isten ennyire nem béna mérnökileg, elnézést. Ha máshogy nem tudod ezt így fölfogni, hogy mi itt a probléma, akkor próbáld meg így. Pillanat. Na, elnézést, közben itt szerintem elfelejtettem, mi az a harmadik dolog, amiről akartam beszélni, hogy mi a jelentőség ennek az egész dolognak. De majd akkor lehet, hogy következő videóban beszélek róla. Lényeg, amit idáig csak így összefoglalnám. Ez a kérdés, ez arról szól, hogy igazat mondott a teremtő, amikor leírja, vagy elmondja, vagy Mózesnek megmutatta, vagy föltárta előtte azt, hogy hogyan alkotta az eget és a földet.
igazat mondott, vagy sem. De ennyire egyszerű. Ha ott nem mondott igazat, vagy ott szépítette a dolgokat, vagy ott igen, úgy sértenétek meg, hogy én ezt hogy csináltam, úgyhogy inkább így mondom el, akkor gyakorlatilag ott tartunk megint, hogy a kígyónak a hazugságát hisszük el, aki azt mondta, hogy tudja az Isten, hogy hogyha megtudjátok a dolgokat igazából úgy, ahogy vannak, ugye akkor olyanná váltok, mint Isten. Isten ezt nem akarja. Ezért tartja tőletek távol az igazi tudást, a valódi hiteles tudást, és ennek a megszerzését. Tehát magyarul ilyen gnosztikus féléké válunk gyakorlatilag, és azt hiszük, hogy van egy ilyen titkos tudás, amit, hogyha mi megszerzünk, akkor Istenhez válunk hasonlóvá, és hogy Isten bennünket tudatosan távol akar tartani. Tehát ez az illuminátusoknak, ugye a luciferiánusoknak a, úgymond azéje, a gyakorlatilag a központi doktrinája, gyakorlatilag. Tehát, hogy ott volt azért Prométheusz, hogy lehozta nekünk a fényt, lehozta a világosságot, a tüzet, amit a többi istenek galád módon meg akartak tartani maguknak, az, hogy mi itten küszködjünk, mint porból való halandók, szerencsétlenkedjünk, de mert ilyen aljasak, úgymond az istenek, úgymond a teremtő. De hozzáteszem, a Bibliában is kettőbes számban van. Ugye, kezdetben teremtette istenek az egeket és a földet. Na mindegy, csak azt mondom, hogy minden egyes ilyen régi, ókori, meg ilyen civilizációban az igazságnak valamilyen magva mindig ott volt. Ez is rendkívül érdekes, láttam egyszer egy ilyen képet, hogy igen, ez egy másik dolog, hogy szóval mindegy, nem akarok messzire elmenni, majd megpróbálom ezt valamiféleképpen rendszerezettebben talán összeszedni, ha sikerül, de olyan szintű, hogy mondjam, olyan szintű gazdagság van ebben a témában, hogy ez nem egy egyszerű történet. No, tehát azért, miért érdemes egyáltalán foglalkozni a laposult kérdéssel? Azért, mert Istennek a szava hihetősége úgymond forog kockán. Nem áll objektíve, a te fejedben. Tehát, hogyha elhiszed azt, hogy a Biblia igaz, tényleg igaz, és tényleg úgy van, hogy le van írva, már a teremtés első néhány versétől elkezdve, amit ugye most itt felolvastam, legalábbis amit eddig felolvastam, akkor, ha ezt elhiszed, akkor nem lesz problémád azzal sem, hogy a későbbi dolgokat elhidd. Hogy azok úgy vannak szó szerint, és hogy úgy lesz, tehát ahogy elkezdődött az egész, és az le van írva, hogy hogyan kezdődött el, ugyanúgy hihetsz annak is, hogy a legvégén ez hogy fog lezajlani, amikor lezajlik, hogy hogyan fog ez véget érni. És hogyha az alfa és az omega is igaz, akkor között az összes többi betűje a görög ABC-nek az igaz. Tehát akkor ha az Isten az elejével kapcsolatban is igazat mondott, meg a végével kapcsolatban is igazat mondott, akkor minden, ami közötte van, arra is rábízhatjuk magunkat. Ha Isten már a legelején nem pontosan fogalmazott, vagy úgy volt vele, hogy hát nem értenétek meg, úgyhogy inkább úgy mondom. De elnézést kérek, mondom, ez egy azért rendkívül buta ér, mert hogyha elolvasod az Ezékiel könyvét, vagy akár a Dániel könyvét, vagy akár elolvasod azt, hogy Jézus miket mondott, tehát olyan agyament dolgokat mondtak ezek néha, vagy Pál apostol, ugye, erről is beszéltünk most néhány napja, és nem értem. Megmondom szerintem, hogy nem értem. De miért mondja Pál apostol azt, hogy megértsétek, mi a magasság, a szélesség, a hosszúság és a mélység? Miért négy ilyen, úgymond a dimenzióknak négy ilyen irányát sorolja föl? Vagy a dimenziónak? Miért nem csak hármat? Miért? De én ezt sem értem. Tehát rengeteg dolgot nem értek. Az Isten jóvoltának ez egy fordítói betoldás, az eredetiben nincsen ott. Az csak annyi van, hogy megértsétek, hogy mi a hosszúság, a magasság, a szélesség és a mélység. És ott négy van, nem három. És akkor láttam ez ügyben mindenféle ilyen demonstrációt, meg minden egyik barátom mutatott, meg mit tudom én, megmondom őszintén, hogy nem értem. De a Biblia tele van ilyen dolgokkal, amitől az embernek, az, hogy mondjam, a racionális embernek az agya ledobja az égszíjat. Tehát ez a fajta érv, hogy Isten azért fogalmazott ilyen primitíven, ilyen óvodás szinten, hogy hát ő így teremtette meg, azért ti hülye gyerekek, ne akadjatok le rajta mindjárt itt az ellen, és ne dobjátok vissza a polcra, hogy na, én ezzel nem foglalkozok. Ezt nyugodtan el lehet felejteni, mert a Biblia tele van ilyen agyament, tehát hogy mondjam, tehát erkölcsileg is, vagy morálisan is, vagy ilyesmi, tehát akkor legyünk konkrétabbak, szexuális jellegű, olyan dolgok vannak leírva a Bibliában, hogy hát nagyon kemény. Tehát amikor ott volt ez a sztori, aminek a végén ugye majdnem kinyírták a Benjamin törzsét. Így le van írva, hogy ott mi történt. Konkrétan. Le van írva az, hogy a Lótnál, igen, a Lótnál ott mi történt. Ott is le van írva konkrétan, hogy ott mi zajlott le. De az összes ilyen, tehát annyira durva dolgok, így konkrétan le vannak írva a Bibliában, ott le van írva az, hogy mit csinált az a fickó, akinek a feleségét a Benjamin-t szétérőszakolták. Vagy ágyasát pontosabban.
földarabolt, de utána 12 darabra. Még az sem írja az a Biblia, hogy ez még élte akkor, vagy sem. Még az is benne van a pakliba, hogy még éppen élt. Csak már a halálán volt teljesen. De nem, hanem azt mondta, hogy fogta, földarabolta, mint egy mint egy hentes. Földarabolt egy másik embert, földarabolt a saját ágyasát, földarabolta és szétküldte Izrael 12 törzsének. Tehát ott az egyik törzs kapott egy kezet, jobb kart, a másik egy bal kart, stb. Az egyik megkapta a fejét, a másik azért, a mit tudom én, esetleg a térnél valahol, ezért ketté vágta, nem tudom, hogy szétfűrészelte, vagy valami baltával vágta szét. De gyerekek, gondoljatok már ebbe bele, tehát a Biblia tele van olyan dolgokkal, hogy megdöbbentő. Tehát olyan dolgokkal, hogy ezt konkrétan végig gondolod, tehát olyan szinten brutális. És akkor nem csak erről, de hogyha vannak ilyen elvontabb dolgok, tényleg, hogyha megnézed, elolvasod az Ezékiel könyvét, hogy Ezékielnek milyen látomása volt, miket látott ő. Hát ezek mind olyan dolgok, hogyha Isten ilyen volna, ilyen szép lelkű, hogy azért nem mondja a dolgokat ki úgy, ahogy vannak, mert mi azt nem értenék meg, vagy leakadnánk, akkor máshol sem csinálná ezt. Miért pont itt ennyire ilyen szép lelkű? Miért pont itt? Amikor arról beszél, hogy az egész univerzum, amiben mi élünk, ez hogyan alkotta meg, és az hogyan néz ki? Nem. Isten igazat mondott ekkor ott is. És ezt mondom, ezt egyébként belátható mind empirikus értelemmel, és majd fogok erről is beszélni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek akadályozzák ezt a megértést, és hogyan lehet ezeken túl, tehát túllendülni, hogyan lehet ezeket magunkban legyőzni. Azokat a... Igen. Azokat a, azt a fajta vakságot, úgymond, amiről a Biblia úgy szintén beszél, úgy szintén ír, hogy létezik ilyen, hogy az ember néz, de nem lát. Tehát, hogy néz, és úgy, és egyébként más, egyébként el tud navigálni a világban, de úgy, hogy közben nem tudja, hogy hol van. Ugye láttam ilyen, hogy hívják ott is, egy ilyen videót is, ahol nem tudom, hogy még aktív, vagy már nem aktív, de egy utasszállító repülőgépeket vezető pilóta hölgy tart egy prezentációt, elmondja, hogy nem tudom, hogy hány évtizeden keresztül vezetett így utasszállító repülőgépeket úgy, hogy közben nem tűnt föl neki, ugye a giroszkóp végig egyeneset mutat, tehát magyarul nem térnek el, tehát nincs földnek a görbület, amit követni kéne, tehát amit buknia kellene azért a repülőgépnek, és az sem tűnt föl neki egyszer sem, hogy tökéletesen sík a horizont végig, hogy repül. Magyarul egy sík terület fölött, felület fölött repült órákon keresztül, és nem tűnt föl neki. Tehát lehet így működni, tehát tudja az ember úgy elmenni, szavazni, a bankügyeket intézni, autót vezetni, kutat fúrni, hidat építeni, mondjuk a hídépítésnél már ott van, hogy ott már, igen, különösen nagyon hosszúak a hídak, és nagyon hosszúak az alagutak, meg a csatornák, ugye ez a megdöbbentő, hogy itt van ez, hogy ezeket mind úgy építik, tehát ahol konkrétan sok pénzről van szó, és sok erőfeszítésről van szó, ott mindig mindig azt veszik kiinduló pontnak, mindig, tehát abból indulnak ki, hogy egy sík, és mozdulatlan föl. Tehát a katonai fejlesztéseknél úgy szintén, ahol balisztikus görbével rendelkező, nyilvánvalóan ugye lövedékeknek, ezeket kilövő dolgokat, repülőgépeket, stb. Tesztelnek, vagy fejlesztenek, és aztán tesztelnek. Itt mindig az a hogy mondják, ezt nem teszem be ez a szó. Tehát mindig az alapkiinduló pont, hogy a föld az mozdulatlan, és tökéletesen sík a föld felszín. Nyilván a domborzati viszonyokat leszámítva. És erről láttam ilyen declassified ilyen dokumentumokat, ahol ez egyiket a másik után, hogy ez az alap feltevés. Ugye így építették meg a Suezi csatornát is egyébként. Ugye, és erről láttam konkrétan egy újság, nem egy újságcikket, egy enciklopédiában egy bejegyzést, ahol pontosan ezt tárgyalja, és teljesen egy ilyen, mindenféle gúnyolódástól mentesen az, hogy a laposföldeseknek is vannak érveik, ez egy sokkal régebbi, ilyen több évtizedel korábbi enciklopédia volt, mert a Flat Earther Brothers így mondja, hogy vannak nekik, tehát a síkföldes testvéreiknek is vannak, tehát van mire hivatkozniuk, ugyanis a brit parlament hozott egy ilyen törvényt a Suezi csatorna építése után, amit a franciák építettek meg végül, mert ők azt csinálták, hogy nem vették figyelembe, tojtak erre az egész izére, míg a britek azért nem vállalták el, mert azt mondták, hogy a föld görbe, és ez egy egyenes, hogy hívják benne, és viszont a földnek van görbülete, tehát hogyha mi azt értették, hogy a víz az olyan különös, amik ebben gondolkodszak, hogyha egy mesterségesen létrehozunk egy csatornát, ismerve a víznek a fizikáját, a víz az tökéletesen egyenes.
Lesz, vízszintes lesz, azért hívek vízszintnek is egyébként. Vízszintes lesz, na most, hogyha a Földnek viszont van görbület, akkor azt jelenti, hogy rohadt mélyre kell ásni. Közepén. Ha jól értem, tehát ez volt itt a probléma, és ezért nem vállalták el. A franciák meg abból indultak ki, hogy ők magasot oltak az egészre, úgy építették meg, abból indultak ki, hogy ez tökéletesen egyenes a kettő. Vagy pontosabban lehet, hogy az volt a briteknél, igen, hogy abból indultak ki, hogy az egyik oldalon alacsonyabban van, mert a víznek van egy görbülete, és ott alacsonyabban van már az. Nem emlékszem pontosan, majd utána kell néznem, de arra azt viszont pontosan tudom, hogy ez így szerepelt az enciklopédiában, hogy a brit parlament hozott ezután dühében egy törvényt, hogy jövőben semmiféle fajta hídnak, vagy pedig csatornának az építésénél nem szabad figyelembe venni a Földnek a görbületét. Mert a franciák megcsináltak és megépítettek, és csomó pénzt kerestek nyilván rajta, hogy úgy építették meg a Suezi csatornát, hogy nem vették figyelembe a Földnek az állítólagos görbületét, és tökéletesen működött, láss csodát. Miért? Mert nem volt a Földnek görbülete. Nincsen görbülete, hanem teljes. És ezt a mai napig egyébként, akik bárki ilyet földmérés, bármiféle ilyen, ahol ilyen hosszú hidakat, vagy alagutakat, vagy csatornákat építenek, soha nem kell tekintetbe venni semmiféle. Nem, egyszerűen sík geometriával számolnak én értelemben. Pontosabban, tehát nem minek hívják, háromszög trigonometriával számolnak, hanem sima trigonometriával. Tehát nem gömb trigonometriával számolnak, hanem sík trigonometriával. Ezt csak mondom, mint érdekesség. Ezt akárkit meg tudtok kérdezni, ha van én ismerősötök. Ezt csak mondom, iszonyatos komplikált lenne egyébként, de meg lehetne csinálni, de mégse csinálják, mert nem kell, mert enélkül is működik. És legyen én akármilyen hosszú. Ugye van ez az Earth Curvature Calculator, tehát a Föld görbület kalkulátor. De viszonylag egyszerűen ki lehet számolni az, hogy mennyi. Tehát ha jól emlékszem, akkor mérföldenként kb. 20 centivel kell esni gyakorlatilag. És ugye ez exponenciálisan növekszik utána, hogy mennyire, mert ugye egyre jobban görbül le az érintőhöz képest is. Tehát úgymond, hogyha így görbülne a Föld, és itt te mondjuk ellátsz valameddig, akkor mondjuk itt látsz egy ilyen magas, hogy hívják ott, és mondjuk csak a tetejét szabadna látnod mondjuk, mert közben így görbül a Föld ugyebár. És hogy egyre mély el messzebbre, ugye exponenciálisan nő ez a magasság, hogyha nem is exponenciálisan, de kiszámíthatóan, tehát hogy mondják ezt? Tehát nem lineárisan semmiképpen, ugye, hanem egyre nagyobb lesz, és egyre több lesz az, amennyivel nagyobb lesz. Ez a távolság, tehát amivel lejjebb kellene bárminek kerülni, ehhez képest vagyok, akkor nem ezt mutatja, hát rengeteg ilyen felvétel van, ezt magad is meg tudod nézni, Balatonon is, hát átnézel, és olyan dolgokat látsz, hogyha van egy jó távcsöved, amit nem volna szabad látnod, mert már régen, hogyha a víz követi, ugye, mert ez az állítás, a víz követi a Föld görbületét, általános görbületét, nem volna szabad látnod például a túloldalon a hajóknak azt a részét, amikor hogy bedőlnek így a kagyarban, amikor van ez a, minek hívják ez a verseny, és ugye be van festve kétre az alja, hogy ne legyen mohás, ilyen festékkel, nagyon-nagyon sima festékkel. Igen, azt nem volna szabad neked látnod például, de ugye van a Michigan, Lake Michigan, a úgynevezett Chicago, vagy Chicago Skyline, azt sem szabad, volna szabad látni, rengeteg ilyen van, tehát erről meg lehet győződni, hogy mindegy, ezt majd lehet, hogy későbbiekben akkor tárgyalom egymás után sorban részletesen. A lényeg az annyi, hogy nincsen a Földnek sem érzékelhető, sem pedig mérhető görbülete sehol. Ez van. Ahol ezt megbízhatóan és egyértelműen mérni lehetne, és demonstrálni lehetne, azok a vízfelszínek, a nagy kiterjedésű vízfelszínek, és ezeken sehol nem lehet mérni. Azt viszont ugye nem egy és nem kettő ember mérte, és konkrétan demonstrálta, hogy tökéletesen sík a felszíne. Tehát lézerfénnyel, meg más egyéb módszerekkel ezt bebizonyították, hogy olyan van, hogy a perspektívából adódóan úgy tűnik, mint hogyha eltűnnének a tárgyak horizont mögött, de ugye amikor ezzel, ami már el van tűnve a horizont mögött, fogsz egy jó erős távcsövet, és utána belefókuszálsz, és kiderül, hogy még mindig ott van a vízfelszín fölött. Erről is rengeteg fénykép és videó, tehát mozgókép is van, ezt saját magad is végre tudod hajtani. Sajnos ez van. Sajnos vagy nem sajnos, ez van.
ez az állítás, a földgörbület kalkulátor szerinti, hogy hívják, görbület, a gyakorlatban nem kimutatható. Ez van. Nem kimutatható semmiféle görbület. Na, hát köszöntöm szépen, akkor bevezetőképpen csak ennyi, és akkor jöjjön a gyűlölet cunami, csúfolódás, gúnyolódás cunami. Gyerekek, meg kell tanulni érveket használni, gyűlölet meg gúnyolódás helyett használjátok érveket. A következő, hogy hívjákban, a videóban, ha élünk és az Úr is úgy akarja, akkor végig szeretném venni azt, hogy milyen jellegű, tehát milyen természetű érvekkel és bizonyítékokkal dolgozik mindkét oldal, és ezeknek milyen hierarchiáját lehet fölállítani, vagy érdemes fölállítani az ezzel kapcsolatos úgymond kétségeim, vagy érveim, ellenérveimet is szeretném majd elmondani, tehát az, hogy mik a problémák, tehát amikor föl akarjuk állítani az érveknek és vagy bizonyítékoknak a hierarchiáját, tehát hogy mi az, ami mi a primér, mi tekintünk szekunder, stb. Bizonyítékoknak, tehát mit tekintünk egyenes bizonyítéknak, mit tekintünk, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, és mit tekintünk áttételes bizonyítéknak, tehát már amit már nem lehet egyértelműen ott és helyben világosan megérteni, vagy felfogni, tehát ugye kell közben egy valamiféle áttétel, akár végre kell hajtani egy kísérletet, akár valamit úgymond teoretikusan, úgymond föltételezni kell, stb. Tehát ami már nem ilyen egyértelmű primer bizonyíték, tehát ezeket is szeretném, majd ezekről szeretnék még így beszélni, hogy mi az, ami itt a probléma, de azt annyit szeretnék lelőni, spoiler alert most már, tehát igen, hogyha valakit nagyon izgat ez, és nem szeretném, hogy lelőjem előre, nem tudom, mikor fogok oda jutni. El szeretném tehát mondani, hogy az első és megcáfolhatatlan, vagy hogy mondjam, tehát az elsődleges bizonyítéknak én a teremtőnek a szavát fogom tekinteni. És megmondom miért, azért, mert én is, és mások is, akik ebben hiszünk, tehát hiszünk a teremtőnek a szavában, azt találtuk, hogy más területeken ez működik, és más területeken megbízhatóan működik. Amennyiben a mi életünkben nem működik, az a mi hibánk, az ennyire egyszerű, ugyanis azt lehet látni, hogy azok az emberek, akik ezt konzekvensen és megalkuvástól mentesen és hitetlenségtől mentesen úgymond implementálják a saját életükben, azoknál ez működik. Erre példa volt erre maga Jézus, de nyilván a kortársainkat idézzük, vagy hozzánk időben közelebb álló embereket, ilyen volt a John G. Lake, ilyen volt a Smith Wigglesworth, meg más, nagyon sok ember ilyen volt, akiknél a csodák mindennaposak voltak az életükben. Ide kell nekünk is eljutni, de ehhez ugyan óriási nagy segítség az, hogyha belátjuk, hogy a Biblia az elejétől a végéig igaz, a Teremtő az elejétől a végéig igazat mondott nekünk. Na most mert látom, hogy kezd zaj lenni, meg egy el is húztam eléggé. Tehát a következő részben, ha élünk, és az úr is úgy akarja, a módszertani problémákra szeretném fölhívni a figyelmet, tehát ezeket szeretném taglalni, és tehát, hogy mi a különbség egy primér bizonyíték, meg egy szekunder, sattalat bizonyíték, vagy terciér, nem tudom, hogy meg tovább, bizonyíték között. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen veletek az Úr.